Sziasztok! Szakos Dávid vagyok, a Nébik munkatársa. Hivatalunk egyik legfontosabb küldetése a veletek való kapcsolat erősítése. Ennek érdekében eddig is számos innovatív kommunikációs eszközt vetettünk be, hogy a tudásunkat átadjuk, és hogy minél érdekesebb formában tudjuk megőrizni a vásárlók biztonságát. Ennek érdekében számos önálló programot indítottunk el az elmúlt időszakban. Most a hivatalunk egy újabb arcát tudja bemutatni, amely egyben sokkal művészibb is. Örömmel jelentem be számotokra a Nébik legújabb kezdeményezését, a Csík zenekarra való együttműködést, amelyben Vecsei H. Miklós színművész is közreműködik. Az együttműködés keretében dalok, videóklippek, kis videók, élő bejelentkezések, koncertek, sőt, egy irodalmi kiadvány is megjelenik, így nagyon színes lesz a program. Most az első zenekari próbába, amely egyben egy interjú is volt, kaphattok betekintést, ahol arról kérdeztük a művészeket, hogy számukra mit jelent a közös munka. És mondta, hogy lenne egy ilyen koncertsorozat, és hogy dolgozunk együtt, hát ez baromi megtisztelő. Két dolog miatt is, mert én az utóbbi éveimet főleg írással töltöttem meg, úgymond klasszikus prózai színházzal. És én ezt nagyon-nagyon szeretem, ez a szenvedélyem, ez a hivatásom, de közben pedig a zene az egyik legfontosabb dolog az életemben, és eddig dilettáns voltam. Szóval most több alkalom is adódik, hogy szorosabb kapcsolatot kössek a zenével, amit egyébként úgy szeretek. Én Budapesten születtem, de a nagyszüleim erdélyiek, és nagyon van Erdélyben házunk, nagyon sok a hagyomány a családban, nagyon fontosak a gyökerek. Nagypapám szőlészkertész, borász, tehát minden, ami e körül a kultúra körül forog, és amilyen illata van ennek a kultúrának, az ott volt mindig a családban, csak valahogy hozzám nem jutott jól el, vagy eléggé el. És a harmadik pedig maga ez a tudatosság, ami ugyancsak az életemnek eddig nem volt része, és most szerintem, pont azt beszéltük Tomival meg Jánossal, hogy nem azt akarjuk, hogy így mórikálni magunkat, hogy látjátok, milyen jó, ha így csinálsz, hanem így tök bevallani, hogy eddig mi se igazán figyeltünk rá, változik a világ, többet látunk belőle, egyszerűen muszáj figyelnünk rá, és mi, zenekar meg én elkezdjük ezt csinálni, és hogyha nektek van kedvetek, gyertek velünk, és kvázi ezt az egész döntést, vagy kis változást ünnepeljük meg ezzel a koncerttel. Szerintem ez hiteles és fontos, és még művészileg is értékelhető, hiába olyan fogalmakról beszélünk, hogy minőség, lejárta, nem tudom. Tehát valahogy én nem hittem volna egy hónappal ezelőtt, hogy ezek a fogalmak, meg mi így kapcsolódunk, de most ez úgy tűnik, hogy hiteles és képvisel valami értéket, tehát én így vagyok ezzel a koncerttel. Ezt olyan jól összefoglaltad, hogy igazából fűszerezni már csak azzal tudom, hogy egy olyan álom válik valóra, legalábbis bennem, hogy ezeknek a tizenéves gyerekeknek, ugye, akikhez célközönségként ülnek be a sportcsarnokokba, és talán több mint 2000-en lesznek mindegyik előadáson, azt gondolom egy gyönyörű szám, egy olyan nagy koncert élményt szeretnénk adni, azon túl, hogy a fontos információk a megfelelő pillanatokban a műsorba szerkesztve át lesznek adva egy szép üzenetben, vagy épp egy dal formájában, vagy Miklós prózájában. És ez kivetítéssel, élőképpel, háttéranimációval, gyönyörű fényekkel, jó technikával, tehát hogy minthogyha mindegyik gyereket, ezt a 2000 gyereket meghívnánk egy ünnepre, ahogy mondtad. És én úgy lettem zenész, hogy annak idején egy táborban, egy koncert, népzenei koncerten akkora impulzust kaptam, olyan elementáris erővel elsodort, hogy onnantól kezdve nem volt kérdés, hogy zenész leszek, és ebbe az irányba folytattam az életemet, és nem bántam meg. És hogyha ebből a 2000 gyerekből csak néhány lesz, akihez ilyen szinten eljut az üzenet, hogy erre már ő 10 éves korától majd oda fog figyelni, és ezt az információt adja tovább, és elindít egy láncreakciót, akkor már volt értelme annak, hogy ezt a közös produkciót mi létrehoztuk. Én is azért tartom fontosnak ezt a produkciót, mert nagyon sokszor kérdezték tőlem, elsősorban a 30 éves működésünk kapcsán újságírók, magánemberek, hogy
hogy na, mi lesz ezután, vagy hogy mi a terv, hogyan, mint is. Tényleg valódi, igazi szakmai elismerések vannak a hátunk mögött. Nagyon kell tudni, hogy mi az, amire most ráfigyelünk. És leginkább már azt szoktam mondani, hogy nem mindig újakat kell kitalálni, és valami új csodát összehozni, hanem megtartani azt, amit eddig elért az ember. És ami a legfontosabb, hogy azt a fajta igazi jó igényességet, önmagunkra való figyelést az életünkben tegyük meg, és úgy adjuk át a közönségnek ezt az információt, hogy ő észre se vegye, szeresse, hogy ott van, és halljon arról, hogy hasznosan, igényesen éljen. Nem mindegy, milyen ruhába jár, nem mindegy, milyen koncertre megy el, nem mindegy, mit olvas el, nem mindegy, mit eszik. És igenis, van, amire büszkék lehetünk, a nemzetünk értékeire, és itt nem csak a tudományos vagy történelmi képzőművészeti egyéb dolgainkra gondolok, hanem akár azokra, nem csak a ruhákra vagy a viseletekre, hanem a gasztronómia, akár az ételeinkre is büszkék lehetünk. És na, még akkor nem mondtam a hozzávalókat, mert épp úgy büszkék lehetünk a makói hagymára, sehol a világon olyan hagyma nincs. Tehát, hogy igenis igényesen legyenek, figyeljenek arra, amit magukhoz vesznek, és éljék úgy az életüket. És hogyha ezt mi megtesszük, és ebben biztatjuk, akkor már megérte már ott játszanunk, és nem csak örömet adni, hanem egyfajta tudást, igényességet.